A tér közeledtével a meglévő úthibák nem csak a közlekedőknek, de az esetleges hóeltakarítóknak is gondokat okoz. Arról nem is beszélve, hogy a csapadék aláztatja a burkolatot, és fagyás után tovább rongálja az útfelületet. Ezeknek a folyamatoknak a megelőzésére ősszel a leginkább érintett útszakaszokon kezd javítási munkákba az önkormányzat. A város most a forgalomra veszélyes kátyukat, illetve azokat a kátyukat, amik hátráltatják a téli útüzemeltetést, ezeket kívánja megszüntetni a felméréseket követően. Ilyen helyeken lesz például, mint a Vörösmarty utca, a Dolina utca és a város számos helyén még. Ez az őszi kátyúzás ez közel 1,3 millió forint értékben fog megtörténni. Tavasszal is volt már kátyúzási munka, itt ugye a téli burkolat romlás további megakadályozása céljából végeztettünk kátyúzási munkákat. Ez így ebben az évben közel 4 millió forint bruttó összeget tesz ki. A mostani kátyúzás előkészítése során több mint 20 olyan úthibát jelöltek meg, melyek kijavítása nem tűr halasztást. Mindez megközelítően 70 négyzetméter útfelület javítását jelenti. Ezeknek a kátyuknak a megszüntetése legkésőbb, ugye, hogy az időjárás is engedi, illetve az aszfaltkeverő telepek működnek, bízunk benne, hogy november 30-áig ez meg fog valósulni. A legkátyúsabb utcák a tekintetben, hogy egy teljes koporréteget kapjanak, ez majd a következő évi pályázatoknak a beadásán, illetve azoknak az elbírálásán fog majd múlani. A város több utca kopó felületének felújítására nyújtott már be pályázatot, hogy ezek közül mi valósulhat meg, az elbírálás után derül majd csak ki. Az elmúlt esztendőben Bátaszék 2,5 millió forintot költött a kátyúk megszüntetésére. Ez több mint 15 utcát érintett.